70 éves a patológiai osztály. Jeles évfordulót ünnepeltek ma a kórházban. Jön a hosszú hétvége. Az országos statisztikák szerint egyre többen mennek hotelekbe pihenni. Volt, nincs. A múzeum képeslap gyűjteményéből nyílt kamarakiállítás. Jó estét kívánok, Budavölgyi Veronika vagyok. Ez a Kanizsa TV híradója május 17-én pénteken. Jönnek a részletek. Nem csak a Tripammer Gyula, de a Sugár utca még kihagyott szakasza is megújul az uniós pályázati forrásból. A terület ugyan jóval rövidebb, mint a temető előtti szakasz, viszont a közmű kiváltások miatt így is jelentős összeget, mintegy 200 millió forintot kellett rá betervezni a városvezetésnek. Többször olvashattak már róla online felületünkön, hogy hosszú évek után végre megoldódhat a Tripammer Gyula utca problémája, hiszen bekerült a TOP plusz fejlesztések közé. Ahogy ma Horváth Jácint fogalmazott, a Sugár utca eddig kihagyott szakasza is jól jellemzi, hogy a korábbi ciklusokban miként működtek a fejlesztések. Ezt a frakcióvezető helyette szerint most mindenképpen pótolni kellett. Fontos az, hogy ezt az utcát teljesen megcsináljuk, és ennek az utcának a forgalma azért is felértékelődik, mert amikor neki fogunk a Magyar utca felújításának, akkor egy jelentős forgalmat erre az utcára fogunk tudni terelni, és így vagy a felújítás előtt, ha még ez megtörténik, akkor romlani fog az állapota jelentősen, amit tényleg utána korrigálni kell, vagy ha még előtte meg tudjuk csinálni, akkor pedig már egy jó minőségű úton tudnak autózni. A Tripammer Gyula utca esetében egy 700 méteres szakaszon fognak dolgozni a szakemberek, ott mintegy 316 millió forint szerepel a tervekben. A Sugár utca érintett része ennek nagyjából a harmada, a felújítás összköltsége azonban várhatóan 200 millió forint körül lesz. Közművek vannak alatt, és azokat ki kell váltani. Ezt jelenti az, hogy ha nem elég csak lemalni az aszfaltot és rámenni, mert itt a különböző közmű cégek, akkor ugye előírják nekünk azt, hogy akkor ki kell cserélni alatt a minden közművet, ami itt az utcában van, és ez alatt az utca alatt is rengeteg közmű található, mindjárt középen egy szennyvízcsatorna, amit ugye cserélni fogunk éppen ennek a projektnek a részeként szintén, az ivóvíz szintén cserére került, ugye, tehát és különböző kábelek, földkábelek is mennek a föld alatt. Térköves burkolatot fog kapni, ugye, a járdaszakasz ugyanúgy, ahogy előtte és utána, tehát ez egységes lesz itt az utcában. Nagykanizsa összesen 6 fejlesztést emelt be a TOP plusz listába. Ezekről a közgyűlés szabadon dönthetett a kiírási kategóriákon belül. Amikről eddig még részletesen nem írtunk, azok a következők. A nemrégiben elkészült új ipari csarnok bővítése egy 900 négyzetméteres résszel, mintegy 545 millióból, valamint 160 millió forint jut 3 orvosi rendelő felújítására. Bonzterem, hullakamra, szövettani helyiség és laboratórium. Ezekből a részekből állt össze a Kanizsai Kórház patológiai osztálya az 1954-es indulásakor. Azóta új, modernebb épületbe költözött, és a fejlesztéseknek köszönhetően jelenleg a környék egyik legnagyobb működő osztályaként üzemel. Fennállásának 70. évfordulóját ma ünnepelték az intézményben. 1951-től a központi laboratórium részeként, majd 1954-től önálló osztályként működik a patológia a Kanizsai intézményben. Brünner Szilveszter főigazgató kiemelte, az orvosi ellátottság jónak mondható Kanizsán, hiszen az ott dolgozó patológusok a fiatalabb generációt képviselik. Azt is elmondta, az elmúlt évtizedekben nagy fejlődésen ment keresztül az osztály. De 1970-ben az ország egyik legmodernabb patológiai osztálya volt, funkcionális és szakmailag is megfelelt az akkori elvárásoknak. Fejlődtünk, és 2013-ban, hivatalosan 14 márciusában, de már 13-tól egy fantasztikusan modern, jól felszerelt központi patológiai osztályba költözött az osztály. A patológián nem csupán boncolást végeznek, és mint az Bali Otília osztályvezető főorvos hangsúlyozta, a mai ünnepségen pontosan ezt szerették volna megmutatni. Hozzátette, az osztály munkája a daganatos betegségek gyógyításában is kulcsfontosságú. 10 évvel ezelőtt egy tudományos ülés keretében emlékeztünk meg az akkori 60. évfordulóról, most azt találtuk ki, hogy egy kicsit ilyen lazább napot szervezünk délelőtti órákban a kórház dolgozóinak
biztosítottunk lehetőséget arra, hogy több csoportban, mert nagyon sokan jelentkeztek, nagyon nagy volt az érdeklődés, betekintést nyerhessenek osztályunk működésébe. Hát közel 100-an itt voltak, és délutáni órákra pedig hívtunk néhány vendéget. Az osztályon jelenleg 15-en dolgoznak, és évente mintegy 6000 szövettani, és csaknem 4000 citológiai vizsgálatot, valamint több száz boncolást végeznek. Statisztikai adatok szerint az előző évhez képest nőtt azoknak a száma, akik vidéken szállodába mennek hosszú hétvégén. A stábunk által felkeresett zalakarosi hotelben viszont nagyjából megegyeznek a foglalási arányok a 2023-as adatokkal. Ebben az zalakarosi hotelben 80% feletti kapacitás kihasználtsággal számolnak a következő 3 napra. Ez az átlagnak számít itt a pünkösdi időszakban. Horváth Tibor szállodaigazgató szerint a március 15-i és a húsvéti időszak azért erősebb, mert az emberek többsége ilyenkor már a nyári kikapcsolódásra készül. A pihenőágyok jelentős százaléka belföldi turista, de érkeznek vendégek Csehországból és Ausztriából is több napra. Gyakorlatilag ugyanazok a vendégek érkeznek, ugyanaz mind demográfiailag, tehát akár a korosztályt nézem, akár a nemzetiséget nézem, nagyjából ugyanaz az összetétel tapasztalható. Inkább azok a vendégekre jellemzőek nálunk, akik szeretik az all-inclusive ellátást. Stábunk a nagykanizsaiakat is kérdezte a hosszú hétvége alatti pihenési szokásaikról. Iker Ilona a családját megy meglátogatni, de a kikapcsolódásra is időt szeretne szakítani a következő napokban. Pénteken utazom, és majd hétfőn jövök haza, mert most lesz Siófokon a balatoni szezonnyitó ünnepség, úgyhogy ott nagyon sok program lesz, sok látnivaló, és ott fogok ezeken részt venni. Vannak, akik a plusz egy napot is igyekeznek sportosan eltölteni. Szombaton megyünk meccsre a gyerekekkel, hétfőn meg focizni. A gyerekeim meg vasárnap mennek a Nagykanizsa futballmeccsére. A stábunknak nyilatkozó fiatalok inkább a pihenést részesítik előnyben ilyenkor, különösen azok, akik túl vannak az írásbeli érettségi vizsgákon. Nagy részük itthon van szerintem, és itthon töltik ezt a hétvégét, viszont egy bizonyos részük azért utazgat is, és próbálja kihasználni ezt az extra időt, de nem hiszem, hogy többségben lennének az utazósok. A Magyar Turisztikai Ügynökség statisztikai szerint vidéken mintegy 1,7 millióan foglaltak szállást az esztendő első hónapjaiban. Ez 15%-kal meghaladja az előző évi adatokat. A foglalók körében leginkább a szállodák számítanak népszerűnek. Most pedig nézzük, miről lesz még szó a híradóban. Volt, nincs. A múzeum képeslap gyűjteményéből nyílt kamarakiállítás. Lovas Rozi a HSMK-ban. Ezúttal egy monodrámával érkezik Kanizsára az ismert színész. Egykori képeslapokon lehet látni a régi idők Nagykanizsájának arculatát, utcáit és tereit a Turi György Múzeum legújabb tárlatán. A Volt, nincs című kamara kiállítás a Múzeumi Világnap alkalmából nyílt meg csütörtökön az intézményben. A világnap minden múzeum számára egy különleges alkalom, célja pedig 1978 óta az, hogy felhívják magukra a figyelmet a kulturális intézmények. Saját gyűjteményünkből, a múzeum képeslap gyűjteményeiből válogattunk, válogatott Kunics Zsuzsanna történész muzeológus olyan képeslapokat, amelyek meghatározó városképek. Talán mindannyian ráismerünk itt Kanizsán, de ha nem, akkor volt, nincs, olyan fotókat is tudunk mutatni, mai fotókat, ahol megmutatjuk, hogy ez a helyszín ma hogyan is néz ki. A Túri György Múzeumnak egy majd 3500 darabos képeslap gyűjteménye van, de ezek között kortárs levelezőlapok, szerelmi lapok is szerepelnek. Ma már leginkább a kor dokumentumok, de helytörténeti szempontból a városképek igazi kuriózumok, árult el Kuni Zsuzsanna, a kiállítás kurátora. Olyan darabokat próbáltam kiválogatni, ami a címhez adódik, tehát hogy volt, nincs, hogy azokat a épületeket, kis térrészleteket, utcarészleteket elevenítenénk fel, amik már nincsenek. Egyáltalán, tehát, hogy vannak olyan képeslapok, hogy akár egy, vagy sőt az ötvös térjek közül egyetlen egy épület sem látszik ma már. A múzeum több programmal is készül az előttünk álló hetekre. Június 4-én Ludwig Dániel kiállítása lesz a Magyar Plakátházban,
Június 6-án kötet bemutatóval várják az érdeklődőket, 22-én pedig a program sorozat megkoronázásaként a múzeumok éjszakáján nyújt kulturális kikapcsolódást a kanizsaiaknak. Ha merünk beszélni ezekről a problémákról, nagyon komoly bajokat is megelőzhetünk, fogalmazott Lovas Rozi a Lányok fiúk című előadás kapcsán. A népszerű színész május 27-én érkezik a monodrámával a HSMK-ba. A történet során egy átlagnő mutatja be a hétköznapok nehézségeit humorral, iróniával és fájdalommal fűszerezve. Az egész ország megismerhette néhány éve Lovas Rozit, hiszen több nagy sikerű vígjátéksorozatban is főszerepet kapott. A korábban kétszer is a legjobb 30 év alatti színésznőnek választott művész ugyanakkor elmondta, az emberek nyitottan és nagy szeretettel fogadják őt a komolyabb darabokban is. Telefonos interjúnkban azt is megemlítette, hogy a LUP társulat többi tagjával, Lengyel Tamással, Molnár Áronnal és Horváth János Antallal közösen kimondott céljuk, hogy olyan témákat állítsanak színpadra, amikről a magyarok többsége nem mer, vagy nem akar beszélni, holott fontos lenne. A társulattól az Árvák című drámát már láthatta a kanizsai publikum, míg a Lányok fiúk 27-én este 7 órakor kezdődik a művelődési központban. Őrületes élmény, hogy az emberek nagyon-nagyon nyitottak rá, és nagyon hálások érte. Tehát egyáltalán nem érzem azt, hogy ez a dolog egy határ lenne, illetve egy határ, amit át kell lépni. Szóval nagyon sok vidéki városban megyünk, most játszani például az Árvák című előadásokat, minden mást is, a Lányok fiúkkal is több helyen voltam, és abszolút érzékelem azt, hogy lehet, hogy valaha ott ismertek meg, mondjuk a tévében, egy vígjáték sorozatban, de hogy ezek miatt, az előadások miatt jönnek el, és ezeket ülik és élik végig velünk együtt, és ezekről beszélgetünk utána. Sem a hideg időjárás, sem az emelkedő árak nem szegik a fagyizni vágyó kedvét Kanizsán. A drágulás ugyan városunkban is érezhető, de nem olyan mértékben, mint a Balatonon. A Magyar Tengernél ugyanis már 600 és 700 forint közötti összegbe kerül egy gombócédesség. Szőlőcukor, cukor, tesszük, se ízé, se mesterséges színezék. 1985. áprilisában indult el a kiskanizsai fagyizó története. Horváth Mákos Ferenc és családja jóvoltából. Slágerízeknek számítanak most is a csokoládé, a vanília és a puncs, de mellettük időszaktól függően számos egyedi fagylalt is megtalálható. Nagyon kedvelik ma már a sóskaramet. A sóskaramet is minden van kínálva, és ami legjobban megy nálunk a fügemandulával. Ezt úgy csináljuk, hogy egy teljes fagylaltot fügelegvárral és a pirított mandulával szórjuk meg. Hát az újdonságokat mindig próbálunk újat, de mindig maradjunk a természetesnek, tehát nem használunk pasztát, aromát, festéket, tehát nálunk nincsenek kékek, meg mindenféle színű fagyik. Tehát most én nektek fogom csinálni a sóskafagyit, azt az egyik volt régi focistám, a Szokor Palikának van a zöldségese, és ő hozza nagybanyúra a sóskát. Most az epernek és a bodzának van szezonja, így ezek is megtalálhatóak a pultban. Az utóbbi pár évben a fagylalt árak rohamosan emelkedtek, ez főként a Balaton környéki vendéglátóhelyeken volt tapasztalható. Nincs ez másként idén sem. A Magyar Tenger legdrágább gombóca a Tihanyban található, mintegy 890 forintért. Sajnos annyira elmentek ma már az árak, mi mindig próbáltunk a talajon maradni. Én mindig azt mondtam a fiamnak, hogy inkább ne 5 dobozzal adjunk el, hogy nézegessünk, hogy jön be valaki, hanem adjunk el 25-öt. Tehát mennyiséget adjunk el, akkor is megvan a pénzem. Ahol tisztában lenni, hogy nálunk ugye egy lány van, aki állandó van, a többi meg a családtag dolgozik. Az enyém az üzlet is lett nekem. Én mindig alámentem úgymond az áraknak, hogy a Balaton, mert nagyon jól tudjátok, hogy 580-600 van, 700 forint, én 430-ért adom. A kiskanizsai fagyizóban pozitívak az idei szezonnal kapcsolatban is, hiszen ahogy Horváth Ferenc elmondta, a hideg idő sem veszi a vendégek kedvét, a hagyományos adventi és farsangi nyitva tartás szintén nagy siker volt. Általánosságban elmondható, hogy tilos, viszont vannak kivételek. Így reagált kérdésünkre Bakonyi Tamás, a közterület felügyelet vezetője az utcán történő italozás kapcsán. Ugyanaz év nagy részében önkormányzati rendelet szabályozza az alkoholfogyasztást, ennek ellenére a város több pontján is tapasztalható a probléma. A megkérdezett helyiek úgy látják, főként a hajléktalanok kapcsán alakulnak ki konfliktusok. Kanizsa utcáin tilos szeszes italt fogyasztani, azonban az év utolsó és első napja az engedéllyel rendelkező vendéglátóhelyek teraszai, valamint a városi rendezvények kivételt jelentenek.
Bakonyi Tamás szerint az utóbbi időben csökkent az alkoholfogyasztással összefüggő szabálysértések száma, ugyanakkor kiemelte, volt olyan év, amikor munkatársai 30-40 feljelentést tettek. Általában olyan helyeken, ahol főleg nyáron, ahol fás hűs terület van, tehát nem csak ott az Erzsébet téren, az előfordult, de sajnos az Eötvös téren is, illetve a kormányhivatal környékén, keleti városrészben is vannak olyan területek, ahol többször kellett intézkednünk, játszóterek környéke. Tehát az olyan kis aradi udvar, ahol ilyen hűs helyre le tudnak ülni, és ott el tudják fogyasztani az alkoholt. Korábban többször foglalkoztunk a témával, miszerint zavarja a járókelőket a hajléktalanok jelenléte az utcákon. Bohár Lajosné elmondta, a nőket gyakran le is szólítják. Azt mondom, legyen szíves, hogy jön nekem egy kis pénz. Mert 3 napja már nem ettem, meg ide figyelj. Nem ettél? Mondom, figyelj, itt van nálam zsemje, teszek bele a szalámit, és edd meg, akkor eszel. Azt mondja, nem, nekem pénz kell. Mondom, tudod, miért kell neked a pénz? Te nem vagy éhes, te szomjas vagy. Ott a víz, én is azt iszok, semmi baj nem lesz tőle. Mások bulizó fiatalokat látnak elsősorban italozni az utcákon, de Szabó Attila szerint a hajléktalanok is gondot okoznak a tereken, valamint a vásárcsarnok környékén. Az a baj szerintem, hogy nagyon sok a hajléktalan is, ugye főleg amikor itt éjjelként feküsznek, reggel az ember jön dolgozni, látja a padon, ott alusznak, ez valahogy nem jó dolog. Bakonyi Tamás hozzátette, visszatérő cselekménynek számít a közterületeken történő alkoholfogyasztás, így a szabálysértők is sok esetben ugyanazok a személyek. A fiatalok kapcsán úgy reagált, elsősorban nyáron a játszóterek környékén tapasztaljuk mindezt. Híradónk végén nézzük még egyszer a legfontosabbakat egy-egy mondatban. 70 éves a patológiai osztály. Jeles évfordulót ünnepeltek ma a kórházban. Jön a hosszú hétvége. Az országos statisztikák szerint egyre többen mennek hotelekbe pihenni. Volt, nincs. A múzeum képeslap gyűjteményéből nyílt kamarakiállítás. Ez volt a Kanizsa TV híradója május 17-én, pénteken. Érdemes lesz velünk maradni, hiszen jön a kibeszélő extra Tar Mihállyal és vendégeivel. A téma ezúttal a Magyar Péter jelenség volt. Híreinket megtalálják honlapunkon a kanizsamediaház.hu oldalon. Köszönöm a figyelmet, további szép estét és jó hétvégét kívánok! Viszontlátásra!